1895 mérföldkő a tudomány és az emberiség történelmében. Felfedezik, hogy a napról elnevezett hélium nem csak a napban, de a Földön is található. Megindul Párizsban a Lumière testvérek első filmvetítése, Freud kiadja az első pszichoanalízis könyvét, Perrin felfedezi az elektront, Lorentz levezeti 10 évvel Einstein előtt a relativitás elmélet képleteit, Röntgen felfedezi a róla elnevezett Röntgen sugarakat. 1895 a modern fizika születési éve. És ugyancsak ekkor találta fel Nikola Tesla Amerikában, Oliver Lodge Angliában, Albert Turpin Franciaországban, Alexander Popov Oroszországban és Guglielmo Marconi Olaszországban a szikratávírót, azaz ekkor használták először az elektromágneses hullámokat kommunikációra. Ebből a találmányból fejlődött ki a rádió, a televízió, a radar, a műholdas közvetítés és a mobiltelefon. De volt még egy hely Európában, ahol valaki ugyanakkor, másoktól függetlenül felfedezte ugyanazt. Csak az ő neve nem került be a tudománytörténetbe. Károly Irénaeusz József Göncön született 1854. március 6-án egy jómódú iparos családban. A gimnáziumot a közeli nagyvárosban, Kassán végzi el, a premontreiek főgimnáziumában. 1875. október 17-én magára ölti a premontrei rend fehér ruháját. Ekkor veszi fel az Irénaeusz, azaz Irén rendi nevet. Először mindkét keresztnevét használja, később általában Károly Irén néven publikál. Károly Irénaeuszt a rend kiküldte Innsbruckba tovább tanulás céljából, de ott az egészsége nem bírta a hegyi levegőt, ezért a prépost úgy gondolta, hogy ide az enyhébb Váradra és a Félixfürdő közelébe küldi, ami szintén a premontrei rend tulajdona volt, hogy egy kicsit az egészségén javítson, és nem kapott fizika-matematika órákat, hanem irodalmat tanított és latint kezdő tanárként. A rend kormányzója még az év augusztusában áthelyezi a nagyváradi premontrei főgimnáziumba ideiglenes tanári kinevezéssel. Károly József Irénaeusz már az 1874-ben befejezett, kibővített gimnázium és jogakadémia épületébe jön tanítani. Tehát amit most látunk, ezek a falak hallhatták az ő szavát, az ő oktató munkáját is magába foglalták. Idővel a Kolozsvári Egyetemen bepótolta matematikai és fizikai tanulmányait, az ottani diplomája megszerzése után már rendes fizikatanárunk volt itt Váradon. Károly József Irénaeusz 1887 óta valószínűleg ebben a laboratóriumban végezte a tevékenységét, fizikatanári tevékenységét a nagyváradi premontrei gimnáziumban. Az asztalon láthatóak olyan eszközök, amelyek feltételezhetően a mindennapi fizikaoktatásban használhatott, mint a Leiden-palack, kondenzátor, elektroszkópok. Kiváló pedagógusként arra törekedett, hogy a fizika tanítása a szemléletes és vonzó legyen a gyerekek számára. Károly Irénaeusz a szabadideje nagy részét a fizika szertárban tölti, amelyet felszerel korának legmodernebb eszközeivel. 1898. május 1-től az országban elsőként szervez fizikai szakkört a diákoknak. Károly Irénaeusz József alapító tagja az 1891-ben megalakuló matematikai és fizikai társulatnak és Eötvös Loránnak
a társaság elnökének közvetlen munkatársa. A korabeli fizikakönyvekben kevés a fizika feladat, ezért saját feladatgyűjteményt állít össze, jó részt német forrásmunkákból. A feladatgyűjtemény 400-nál is több feladatot, és ezek megoldásait tartalmazza. Ez a legelső magyar nyelvi fizika példatár, ugyanis a matematikai és fizikai lapok első száma csak egy évre rá, 1891-ben jelenik meg. A feladatok szerkesztése közben beleütközik egy problémába. A fizika különféle területein a mértékegységeket önkényesen választották meg, s így nagy zűrzavar uralkodott. Ezért először egységesíti a mértékegységrendszert, majd a feladványait más ilyen jellegű publikáció híján a Premontrei Főgimnázium értesítőjében közli le négy részben, 1890-től kezdve. Ezekkel a feladványgyűjteményekkel 10 évvel előzi meg Giovanni Giorgi olasz tudóst, aki csak 1901-ben javasolja, hogy a mechanikában már meghonosodott méter, kilogram, szekundum rendszert egészítsék ki az elektrotechnikában alkalmazott mértékegységrendszerrel, és hozzanak létre egy univerzális mértékegységrendszert. Károlyi Ireneusz József látnokian állapítja meg, hogy ennek az ő korában még nem érkezett el az ideje. Minden tudomány szoros összefüggésben volt és van a társadalommal. Vele együtt emelkedik, együtt hanyatlik. A mértékrendszer, miként bármely tudomány, csak a neki megfelelő viszonyok között jöhet létre. Valóban ez a sokak által sürgetett rendszer csak 1960-ban születik meg, amikor a 13. Nemzetközi Mértékegységrendszer konferencián elfogadják az új nemzetközi mértékegységrendszert, az SI-t. A 19. század utolsó évtizedeivel kezdve az elektromosság hatalmas fejlődésnek indult. Ezt Heinrich Hertz felfedezése indította el, aki 1888-ban kimutatta kísérletileg az elektromágneses hullámokat. Hertz a hullámokat akkoriban még szikrával keltette, és azzal is mutatta ki, de alig 40 méter távolságból tudott csak hullámokat felfogni. Két évre rá, 1890-ben Edouard Branly, francia orvos és fizikus, feltalál egy szerkezetet, a kohérert, amellyel sokkal könnyebben ki lehet mutatni az elektromágneses hullámokat. Hertz felfedezésén felbuzdulva és a kohérerrel felszerelkezve világszerte kezdenek el foglalkozni a szikrák keltette hullámokkal. Károly Irén nagyváradi fizikatanár is egy szikrainduktorral szikrákat kelt, amely elektromágneses hullámokat bocsát ki, majd a kohérerrel érzékeli és kimutatja a szemnek láthatatlan hullámokat. Olaszországban a 20 éves Guglielmo Marconi 1894 nyarán készít egy villámlás érzékelőt, ugyanis a villámlás egy óriási elektromos szikra, ami nagyon erős elektromágneses hullámokat bocsát ki. Saját visszaemlékezése szerint 1894. decemberében a bolognai lakásában már egy távíró által keltett szikrát is érzékelt a szoba másik sarkából. 1895-ben már kint kísérletezik, és 2,4 km távolságról érzékelni tudja a hullámokat. Mivel Olaszországban senki sem karolta fel találmányát, 1896. februárjában Angliába utazik, ahol támogatókat talál, és szabadalmaztatja találmányát.
Oroszországban Alekszandr Sztyepánovics Popov 1895 tavaszán új találmányával, az antennával regisztrálja a villámlások által keltett elektromágneses hullámokat. Május 7-én a Szentpétervári Orvosi Kamara ülésén az egyik helyiségből a másikba sikerül szikratávíró üzenetet küldenie. Popov első, tökéletesített berendezésével az 1896. március 12-i nyilvános bemutatón már 200 méter távolságból küld üzenetet. Károly Irénaeusz József is az úttörők között volt. 1960-as években Bart Sándor, aki a nagyváradi Baross kereskedelmi gimnáziumnak az igazgatója volt, és egykor premontrei diák és tanítványa Károly Irénnek, mint egy öt egykori tanulótársának a nevében egy írásban közölte, hogy részt vettek azon a kísérleten, amit itt a főgimnázium udvarán egy körülbelül 20 méteres távolságba 1893-ba, tehát közel két évvel a fontosabb, sikeres kísérlet előtt már itt végrehajtottak. Károly Irén nevéhez egy másik találmány is fűződik. 1895 tavaszán elsőként használ telefonhallgatót a szikratávíró jeleinek érzékelésére. Aztán 1895-ben ott az épület baloldali részén a harmadik és a negyedik ablaknál volt annak idején a fizika szertár, ahonnan jeleket adtak le a Szent Mártoni rendházban lévő fogadóknak, és a kísérlet teljes sikerre járt. Mind diákok, szem és fültanúi voltunk, amikor a főgimnázium szertárából morzé jeleket adott le drót nélkül a Pece Szent Mártoni rendházba, 10 kilométernyire a várostól. Pedig akkor Marconinak még a hírét sem hallottuk. Azóta idegenben publikálták és szabadalmazták a szikratávírót, de Károly tanár úr, a váradi főgimnázium fizika tanára tovább sétál szótlanul komoran, a poros hárfa sorban, fekete szemével, mintha mindig keresné valami új titok rejtélyét. Antonio Agliardi, bécsi pápai nuncius, 1895 tavaszán meglátogatja Schlauch Lőrinc nagyváradi püspököt, és ekkor felkeresi a premontrei gimnáziumot is. 1895 áprilisában, amikor Agliardi bíboros nagyváradi látogatást tett, ismét bemutatták a kísérletet. Agliardi pápai követ ezután megtekintette a fizikai szertárt, ahol Károly Irén bemutatta neki új találmányát, a vezeték nélküli telefont. Agliardi a legnagyobb figyelemmel hallgatta Károly Irén érdekes magyarázatát, maga is kezébe vette a telefon kagylóját, s megfigyelte az érdekes experimentumot. Talán több feltalálás is fűződhetne az ő nevéhez, de szerény ember lévén a szabadalmaztatásokkal nem annyira törődött, így aztán sokan, akik ugyancsak tájékozódtak ilyen irányba, hamarabb szabadalmaztatták a szikratávírót. Hogy ő volt-e a világon az első, aki már 1893-ban szikratávírót készített? Meg lehet. De nehéz bizonyítani, ugyanis csak a diákok tanúvallomása létezik, sem az eszköz, sem annak bármilyen leírása vagy tervrajza nem maradt ránk. Az 1895-ös újságcikkkel igazolt, a nuncius jelenlétében végzett 10 kilométeres vételi kísérlete valóban a kor technikai csúcsa volt, hiszen Marconi csak 2,5 kilométerre,
Popov pedig csak 200 méterre tudott akkor jeleket továbbítani. A 19. század végének egy másik kiemelkedő eseménye a röntgensugarak felfedezése volt. Wilhelm Conrad Röntgen 1895. decemberében felfedezi a róla elnevezett sugarakat, majd 1896. januárjában megtartja Würzburgban híres előadását e sugarakról. Erdélyben a legelső beszámoló a brassói lapokban jelenik meg, még a würzburgi bemutató előtt, január 9-én. A rendkívüli hír hallatára Károly Irénaeus is kísérletezni kezd. Mivel a röntgensugarak az egyszerű katód sugaras csövekben is keletkeznek, a gimnázium felszerelésével összeállít egy kezdetleges, de használható röntgensugarakat előállító szerkezetet. Alig két héttel a würzburgi bemutató után a Nagyvárad című napilap beszámol a Károly által készített csodafényképekről. Tegnap Nagyváradon tett próbát Károly Irén doktor, főgimnáziumi tanár a röntgenféle sugarakkal. Előbb ciánkálival szédítettek meg egy békát, mely a hideg vízben újra mozogni kezdett. Villanyszikrával kellett megölni, mely után eszközölték a fényképezést. Három szoros fekete papíron s egy darabocska fán át feltűnő szépen sikerült a béka csontvázának fényképe. A nagyváradi érdeklődők szinte tömegesen keresik fel a gimnázium fizikai szertárát, hogy megcsodálják a rendkívüli jelenséget. Károly Irénaeus azonnal megértette e sugarak óriási jelentőségét a gyógyászatban, s felötlik benne a gondolat, hogy egy orvosi célokra is alkalmas, komoly röntgen laboratóriumot szereljen fel. 1896. május 27-én Kotunovics Sándorral, a gimnázium akkori igazgatójával közérdekű felhívást bocsátanak ki. Humánus célból a nagyváradi és Bihar megyei szenvedők részére, akik röntgen sugarakkal akarják bajaik helyét megállapítani, gyűjtést rendezünk egy célra szolgáló nagyobb eszköz beszerzésére. Az eszköz a nagyváradi Premontrei Főgimnázium tulajdona marad. A szertárban ingyen eszközli a felvételt a szaktanár. A nagyváradiak rendkívül gyorsan előteremtik a szükséges pénzt. Károly Irénaeus Németországba utazik, és személyesen vásárolja meg a kor legmodernebb röntgencsöveit. 1896. december 12-ére be is rendezik a nagyváradi Premontrei Gimnáziumban Magyarország első orvosi és tudományos vizsgálatokra is alkalmas röntgen laboratóriumát, mely egy szinten áll a világ legjobb hasonló laboratóriumaival. Az orvosok kérésére díj nélkül felvételeket készít a hozzá küldött betegekről. Sajnos ebből a több mint 2000 röntgenképből egyetlen hiteles felvétel sem maradt meg. A röntgen laboratóriumban Károly professzor dr. Konstern Lajos gyakorló orvossal dolgozik együtt, akivel az elsők között dolgoznak ki olyan módszereket, amellyel töréseket, deformációkat és tüdőbetegségeket lehet megállapítani, és amelyeket ma is használnak. Jellemző a korra, hogy nemigen ismerték a röntgensugarak hosszú távú hatásait, hiszen alig néhány éve fedezték fel őket. Dr. Freund terápiai célra felhasználta azt a gyulladást okozó hatást, amelyet a röntgenféle sugarak a bőrre gyakorolnak. 4 éves gyermeknek szőrös névusz borította majdnem egész hátát. Freund először a gyermek nyakán próbálta meg a sugarak hatását. 10 sugárzás után, amelyek mindegyike 2 óráig tartott, megindult a haj hullása, és csak 1 hét múlva jelentkezett dermatitis. Most a gyógyítás beszüntetése után 6 héttel a sugarak érte helyek teljesen kopaszok. Maga Károly Irénaeus is áldozata lett saját kísérleteinek.
1906-ban, 10 év kísérletezés után az orvosok eltiltják a röntgensugarakkal való további foglalkozástól, ugyanis egészségkárosodás szenvedett, szürke hályog alakult ki a szemében. Röntgen 1901-ben megkapja a legelső fizikai Nobel-díjat a röntgensugarak felfedezéséért. Károly Irénaeusz József több mint 20 módosítással gazdagítja a röntgen eredeti berendezését, amelyeket maga röntgen is felhasznál. Minden kísérleti eredményéről beszámol a fizikai társulatnak. A közgyűlést előadó ülés követte, melyen König Gyula a matematika és filozófia határterületéről, Károly Irén a röntgensugarak töltőhatásáról értekezett. 1902-ben Károly Irénaeusz Józsefet megválasztják városi tanácsosnak. A környező városok legtöbbjének utcáit villanyárammal világították ki. Temesváron 1884-től Európában elsőként, majd Nagybányán, Máramarosszigeten, Szatmárnémetiben és Nagyszebenben is villanykörték világítottak. Nagyváradon 1902-ben még mindig a 30 évvel korábban bevezetett gázvilágítás működik. Nagyvárad a villamosítás területén jelentős hátrányba került, tekintettel arra, hogy a gázgyárral volt egy 30 éves szerződése, ami a közvilágítást biztosította Nagyváradon. Hát a városi tanácsba a különböző érdekek ütköztek, és így csak 1901-ben, amikor a gázgyárnak lejárt a szerződése, lehetett komolyabban foglalkozni a villamosítás problémájával. A gázgyár arra törekedett, hogy újabb 30 éves szerződést kössön az akkori városvezetőséggel, amely elvben bele is egyezik. Károly Irén másképpen látta a város jövőjét. Károly Irénnek 26 újságcikkbe került, mire a városi tanácsosok nagy többségét meg tudta győzni, hogy mit is jelent a város szempontjából a villamos mű megalkotása. Károly Irénaeusz a matematikai és fizikai társulatban ismerkedett meg Hoor Tempis Mór Ganz gyári mérnökkel. Lehívja Nagyváradra, megtervezteti vele a város villanyvilágítási hálózatát. Pályázatot írtak ki, amit a Ganz gyár nyert meg. És 1903. decemberében tulajdonképpen már megvalósult a villanytelep. Régi épülete az új épületek mögött az udvarban található. A villanytelep első igazgatója, Belényi Imre, a kor legmodernebb gépeivel szerelte fel a villanygyárat. Az átadási ünnepély egyik szónoka, Hoványi Géza beszédében leginkább arra mutat rá, hogy a város vezetőségét Károly Irén fáradozásai és érvei győzték meg a villamos mű szükségességéről. A villanygyár által termelt árammal 1903. december 15-én meggyulladnak Nagyváradon a villanykörték. Ma a villamos ragyogás árad szét először a város falai között. December 15-e a nevezetes dátum, mely az elektromos világítás kezdetét jelzi Nagyváradon. Hát tulajdonképpen a ipar részére is tudták biztosítani a megfelelő energiát, és el lehet mondani, hogy az elkövetkezendő 3-5 év alatt szinte megháromszorozódott a különböző gépeknek a beszerelése az egyes váradi iparágakban. Károly Irén megint csak a jövőben gondolkodik.
a villanytelep további fejlesztésén dolgozik. Az 1903-as évben benyújtottak egy tervezetet a Jád folyónak a vízi erőműre való felhasználásához. Ezt a tanulmányt Károly Irén nagyon aprólékosan átnézte, véleményezte, és tulajdonképpen még bizonyos kiegészítéseket tartott szükségesnek, tekintettel arra, hogy 20, illetve 30 év vízhozamának a felmérése lett volna szükséges ahhoz, hogy a tervezetet el lehessen bírálni. Hát jóval később, csak az 1940-es évek második felébe valósult meg előbb a Révi vízerőmű, majd pedig a Jád folyón lévő vízerőmű, és ezzel jószerével párhuzamosan a Drögám folyón is. Ma a Nagyvárad közszállításának egy részét a környezet kímélő villamosok bonyolítják le. A villamosok bevezetését is Károly Irénaeusz városi tanácsos, premontrei szerzetes és fizikatanár munkássága tette lehetővé. 1897-ben még fiákerek biztosították a városi közszállítást. Akkor döntött úgy a városi tanács, hogy ezeket villamosokra cseréli. Egy év múlva a tanács beadja a kérvényt és a terveket a szakminisztériumhoz, de az ott több évre elakad. A villanytelepnek az üzembe helyezése lehetővé tette, hogy a villamos forgalmat is megszervezzék Nagyvárad. A nagy nap tehát bekövetkezett Nagyvárad történetében. A villamos vasutat ünnepiesen felavatták. Az első nekifutásra 5 vonalon indultak be a villamosok, mintegy 18 kilométeres távolságba. Ennek is tulajdonképpen a szülőatya Károly Irén volt, aki meggyőzte a városi tanácsosokat, hogy ezzel összeköthetik a városközpontot a városnak a különböző negyedeivel, külvárosaival. Várad arculata nem lenne ilyen, ha ő nem lett volna a mostani megnevezés szerint városi tanácsos, aki nem vette volna kezébe a csatornázási, vagy pedig az áramszolgáltatási ügyeket. Sok mindent köszönhet neki Várad, azt, hogy a közszállítást villamosokkal oldották meg, azt, hogy gázlámpák helyett elektromos árammal világítanak, azt, hogy fásítási tervei voltak a város zöldövezeteire, azt, hogy megpróbálta a város adta természetes energiákat kihasználni. Ő a közjóért tevékenykedett. 1909-ben a Nobel-díjat Marconinak adják a drót nélküli távíró kifejlesztéséért, Károly Irénaeusz József pedig Kolozsváron tanít. Minden idejét a közéleti tevékenységek és a főiskolai katedra ellátása foglalja le. Az egyetemen, mint magántanár tart előadásokat. Tanít kedvenc témájáról, az elektromágneses hullámokról, a katódsugarakról, röntgensugarakról, a rádióaktivitásról. A bemutatásra kerülő kísérletekhez szükséges eszközöket a Nagyváradi Főgimnázium fizika szertárából viszi magával az előadásokhoz. Legfőbb célja az, hogy növendékeivel minél jobban megszerettesse a fizikát. ...1914-ben kirobban az első világháború. Mindez a tanítást is nagymértékben érinti, a tanulási kedvet lecsökkenti. Ezt próbálja valahogy ellensúlyozni Károly Irénaeusz József. Nagyon sokrétű tevékenységébe beleillik az, hogy fizika versenyeket is kezdeményezett. Károly Irénaeusz egy alapítványt hoz létre, 2000 koronát gyűjt össze és tesz le
a matematikai és fizikai társulat számára, hogy annak kamataiból lehessen megszervezni és díjazni az országos fizikai tanulóversenyeket. Én tisztelt társamnak örömemet fejezem ki válaszképpen. Az alapítvány el is jutott hozzám, és a válaszmány foglalkozott is ezzel a kérdéssel, és elhatározta, hogy úgy, mint eddig minden évben matematikai versenyt tartott a társulat, úgy ezentúl fizikai versenyt is fog tartani. 100 korona és 50 korona Károly Irén díjjal. Indítványozom, hogy a közgyűlés fejezze ki köszönetét Károly Irénnek. Az első Károly Irén fizikai tanulóversenyt 1916. november 11-én szervezik meg. Hála Károly Irén tisztelt alelnökünk nagylelkű alapítványának, társulatunk az 1916. évben tarthatta első fizikai tanulóversenyét. E versenyen 14 dolgozat érkezett be. Az első Károly Irén díjat Jendrásik György, a másodikat Szilárd Leó nyerte el. Ez olyan szintre kerekedett, hogy országos lett, és hát olyanoknak a felfedezésében is segített, mint például Tellerede vagy Szilárd Leó, tehát kiemelkedő eredményei voltak ennek a fizika versenynek, amely aztán évről évre meg lett szervezve. Később azután a politikai változások miatt hát átalakult, és Eötvös Loránd verseny lett belőle. Az első világháborút követő történelmi események Károly Irén számára nehéz időszakot hoznak. Nagyvárad Romániához kerül, az iskolát 1923-ban felfüggesztik. Szeretett iskolájának megszüntetése nagyon megviseli. 1928-ban megbetegszik, majd 1929. március 13-án tüdőgyulladásban meghal. Nagyváradon temetik el. A temetési menet útvonalán a főutcától a váradolaszi temetőig végig égnek az izzó lámpák. Így búcsúzik el tőle a villanytelep, melyért oly sokat harcolt és tett. 6 évtized után 1985-ben a városi vezetőség megszünteti a váradolaszi temetőt. Károly Irénéusz József földi maradványait a nagyváradi premontrei templom kriptájába helyezik át, sírkövét pedig a premontrei templom oldalfalához helyezik. Károly Irénnek a pasztorációs tevékenysége messze se olyan kiterjedt, mint a tudományos tevékenysége, és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ő a tudományon keresztül lelkipásztorkodott, ő a közjóért tevékenykedett. 2004-ben Károly Irén születésének 150. évfordulóján, halálának 75. évfordulóján az Öreg Diák Egyesület és a Bincisz Szövetség közösen a polgármesteri hivatallal emlékműsor rendezett Károly Irén megünneplésére. A váradi tanácsosok egyöntetően megszavazták, és 2004 óta Károly Irén Nagyvárad díszpolgára. 1943-ban újból elindítják a váradi középiskolákban a Károly Irénéusz nevét viselő fizika versenyt, de ezt később az új hatalom beszünteti. Néhány éve elkezdték itt Nagyváradon is a művelődési verseny vetélkedő mellett egy országos fizika versenynek a kezdeményezését. Ezt a nagyváradi Ady Endre Liceum kezdeményezte. Lajsz Judit történelem tanárnőiskolánk akkori igazgatója fejében született meg 2004-ben, hogy az ő műveltségi versenyébe tegyünk be egy pár
fizika kérdést is. A kollégáimmal itt a fizika katedrában elkezdtünk agyalni, gondolkozni, hogy mit is lehetne csinálni a versenyen belül. Így aztán következő év májusában, 2005 májusában le is bonyolítottuk a versenyünk első szakaszát. Délelőtt 4 fél órás próbába mérik összetudásukat a gyerekek. Miután ebédelnek délben, délután, ez a verseny fénypontja gyakorlatilag, minden gyerek, illetve a csoportok, akik jöttek, bemutatják az ő általuk készített kísérletet, amire készülnek 1-2 hónappal már előtte, és itt egymásnak, illetve egy zsűrinek bemutatják ezeket a kísérleteket, hogy megérte ez a verseny, hát abszolút megérte. Látni a versenyen a gyerekek örömét, esetleg bánatát, amikor nem úgy sikerül, ahogy szeretnék, illetve azt, ahogy nézik egymás munkáit, azt, ahogy tanulnak egymásból, és látni a szemeket, amikor meglátják, hogy működik a berendezésük, illetve a díjköszönő ünnepélyen, amikor az ő nevük felhangzik, és a nyakukba akasztjuk az aranyérmet, ezüstérmet vagy bronzérmet, ez mindent megér. Ő egy polihisztor volt, a tudományos kutatásnak az élvonalában állt. Nagyon sokrétű volt a tevékenysége, sokféle tudománnyal foglalkozott, szinte fel se lehet sorolni, hányféle tantárgyat tanított iskolákban, egyetemeken. Nagyon szerény ember volt. Ő nem kürtölte körbe, és nem is foglalkozott azzal, hogy mennyire ismerik el a tudományos vagy közéleti tevékenységét, hanem azzal foglalkozott, hogy tegyen a közösségért. Tulajdonképpen világszínvonalon kutatott, és világszínvonalú eredményeket ért el abban az időszakban, amikor azért hát Nagyvárad természetesen egy fejlett város volt, de messze volt a tudomány világközpontjaitól.